nyomás, írja! És ez minden jó vagyok, csodálatos. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyától és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén tehát a 274. dicséretet énekeljük mind a négy verszakával, ki Istenének által minden bizalmát csak belépeti. Ki Istenének által minden bizalmát csak belépeti, az csodaképpen és
úgy vagyunk itt, Urunk, hogy téged kívánunk magunknak, és a mi bűneinket letenni kívánjuk a te lábaid elé, a kereszt alá, és megtisztulva veled, benned, és általad, lelked által megerősödve, megtelve, szeretnénk innen elmenni, hazamenni otthonainkba, szeretteinkhez. Kérünk téged, légy ebben a mi segítségünkre. Urunk, énekeltük szép imádságnak is beillő énekünket ki, Istenének átad minden bizalmát, csak beléveti. Na ez az, ami a mi számunkra most nagyon fontos, hogy átadjunk mindent teljes belépetett bizalommal és hittel. Ezt kérjük tőled a te egyszülött fiad nevében és a te lelkednek ereje által. Végezd el, Urunk, tedd igazá számunkra, és adj benned való örömöt, örvendezést kegyelmedből. Amen. Kedves testvérek, Istennek szent igéjét a zsidókhoz írt levélből olvasom, a 8. résznek a 12. versét. A 8. rész 12. verse így szól: mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezek. Kedves testvérek, a tegnap előtt a zsidókhoz írt levélből hallhattuk Istennek igéjét, szintén a 7. részből vettük, válogatottan hallhattuk Isten igéjét, ahol is gyakorlatilag szinte ugyanarról van szó, amiről ma is szó lesz, és pedig az Isten kegyelméről, az Isten velünk kötött szövetségéről. És az elmúlt alkalommal szerdán ugye azt vettük, hogy mi az, amit az Úr tett? Mi az, amit az Isten végzett? Mi az, ami életünk elé van tárva? Ami tőle függ, ami az ő feladata, ami az ő megbízatása volt. Tehát a mennyei atyáé, valamint az Úr Jézus Krisztusé, mint Fiú Úristené, és mint Szentlélek Istené, hiszen ugye mind a háromra szükség van ahhoz, hogy az Isten azt a tervét, amelyet elnézettünk a világ teremtése előtt, hogy az embernek, aki bűnbe esett, megkegyelmezzen, ugye mind a háromra szükség van. És itt láttuk, és itt érthettük azt meg, hogy az Ószövetségben is ugye az Úr adta számunkra a 10 parancsolatot, az utat, a különböző jeleket, kijelentéseket, a proféciákat, és mind-mind ugye az Ószövetségben ez elhangzott, az Újban meg beteljesedett. Tehát így egységes egész. Aztán azt is hallhattuk, arról is ejtettünk néhány szót, hogy ugye megismerkedhettük az Úristennel, mint Krisztussal, az igazság királyával. Aztán úgy is, hogy Krisztussal, mint a békesség királyával, és úgy is, mint örökkévaló pappal. És ugye itt végigvettük, hogy hogy is éltek, mit is csináltak, mi is volt a szokásuk, mi is volt a liturgia, hogyan is kellett, miért is kellett az áldozatokat bemutatni, hogyan is folytak ezek az áldozatok, a megtisztulási folyamatok, és ugye, hogy minden Jézus Krisztus előtt lévő papnak és főpapnak napi szinten be kellett mutatni a megtisztulási áldozatot, a liturgiát végigcsinálni, és utána pedig a népért mutathatták be az áldozatokat, mind-mind Krisztusra utalva. Az Úr Jézusnak ugye erre nem volt szüksége, mivel bűntelenül élt itt közöttünk, mindenben megfelelve az emberi életnek, kivéve a bűnt. Ez az egy, ugye, ami őt nem járta át, mert ha átjárta volna, akkor
akkor ő is csak a saját bűnéért kellett volna, hogy meghalljon, de így tud helyettes áldozat lenni én életem, és ki tudta fizetni a minden bűnöm, minden büntetését. És igen, Melkisédek lenne szerint szépen végigvettük, hogy hogyan és miként is volt, és mit is kaptunk mi az Istentől. És ezt az Isten szempontjából vizsgáltuk meg eddig. Tehát mi az, amit Isten tett? Mi az, ami az ő feladata volt, és hogy az milyen tökéletesen véghez is vitte? És hogy ez a milyen kegyen, tehát most ugyanarról van szó, az isteni kegyelemről, csak egy picit úgy szeretném most ezt megvilágítani, hogy az ember szempontjából, tehát a másik oldalról. Szoktuk mondani, ugye, hogy az életnek két oldala van. Az egyik az arc, a másik az írás. Tehát itt is két oldala van a dolognak. Az Úristen adta a mi számunkra ezt a jobb, hadd fogalmazok ki, a jobb szövetséget. Ugye, az, amelyben az Úr Jézus Krisztus által minden ő hívével együtt, tehát akik hisznek ő benne, tiszta szívükből, engem is bevon az Isten. Mint ahogy a másikat, a harmadikat, meg a benne hívőket, engem is bevon, ebben a jobb szövetségben. Abban a régi, földi templomban engesztelő áldozatot bemutató ember volt a közbenjáró, az Ószövetségiben, ebben pedig, ahova Isten bevon most engem, a mennyei szentélybe, a láthatatlan főpap, az én szószólom. Említettük, hogy ugye az Úr ott van, azért megy föl, hogy lelki formában láthatatlanul jelen legyen, hogy betöltse azt az ígéretét, amelyet a mennybe menetelkor tesz, veletek vagyok minden napon a világ végezetén, tehát lelki síkon vagy lélekben tud, mint szent lélek Isten tud jelen lenni a teremtett világon, mindenhol egyszerre, minden ember számára úgy, ahogy arra neki szüksége van, mármint az embernek, felfoghatatlan, ez legalább annyira felfoghatatlan, mint a világ teremtése, vagy hogy tudta elszenvedni a bűnök büntetését, azt a milliárd, ugye ezt is számolgattuk, hogy milyen szörnyű, meg rettenetesen sok ez, és így tovább. Tehát ez éppen ugyanolyan érthetetlen az ember számára, viszont éppen ugyanolyan igaz. És valóban megérhető, megtapasztalható az Isten jelenléte. Tehát jelen van, ezért menj be, hogy ott aztán arról is tudunk, hogy ott van, és igen, ez a láthatatlan főpap szószólóként van ott, és napi szinten, pillanatról pillanatra közben jár az Atya előtt én életem. Hát micsoda egy szószóló van, és örökre érvényes, egyszerű áldozatának, saját vére hullásának az érdemében. Tehát nem másikban, sajátjában. Van egy nagyon kedves ének számomra, rengeteget énekelte, még emlékszem gyerekkorom óta, édesanyám, hogy magára vette szennyes ruhámat. Így békíték meg Istent atyámat, így békíték meg Istent atyámat. Magára vette szennyes ruhámat. Csodálatosan szép. Ez az ének a dallama is gyönyörű. Én annak idején így tanulgattam meg az ébredési énekeket, mert édesanyám folyamatosan énekelt. És úgy szépen, úgy belé kívódott szöveggel, dallammal, mindennel. És milyen nagyszerű, mert ezek mind-mind, akárcsak Isten igéje, táplálja a lelkünket, a hitünket. És ez is tudatosította bennem, hogy igen, az Úr Jézus Krisztus azért lehet ott közben járni az atyánál, mert magára vette szennyes ruhámat, mindent elrendezett, az ő vérében betakarta az ő életemet, azáltal tisztára mosta az én életemet, és így lehetek én megváltottja az atyának. Ha rám nehezedik
A bűnök terhe is elfog a kétség, mert azért valljuk meg őszintén, testvérek, én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én töredelmesen megvallom, hogy bizony, vannak élethelyzetek, amikor kétségbe esem. Igen, vannak kételjeim. Igen. Meg emberből vagyok, mert egyszer csak akkora feladat áll előttem, hogy azt se tudom, hogy eleje van, vagy hátra, vagy hogy álljak neki, vagy mit is kell egyáltalán az én dolgom-e, vagy engem akar-e az Úr ebbe beleállítani. Igen, és elfog a kétség. És olyan nagyszerű dolog ez, hogy lehet hozzájönni. És ez az a másik oldal, az emberi, hogy igen, kellek hozzá én is. Kellek hozzá én is. Hiszen, hogy nem fordult el tőlem az Isten. Egy dolgot kell tegyek, fel kell tekintenem erre a közbenjáróra, akiről tegnap előtt este annyi szó volt, csak föl kell rá tekintenem, és rá kell bíznom magamat. Ez viszont az én feladatom, kőkeménye. Ez nem az Isten feladata. Azt tehetem, hogy föltekintek rá, és kérem tőle a segítséget, hogy legyen kellő hitem, legyen kellő bizodalmam. Azt mondja az Úr, tanít minket arra, hogy az akarást is lehet kérni tőle. Sőt, én úgy vagyok ezzel, hogy kell is. De sokszor akarom én azt a jót, de mégse azt csinálom. Tehát igen, lehet, sőt, kell, és ez az én dolgom, nem pedig az Isten. Kérnem, látnom, éreznem, annak hiányát érezni. És ezért tenni, hogy kérem, elé megyek, imádkozom, előtte hordozom ezt a dolgot, ezt nekem kell megtenni. És igen, ha rábízom magamat az ő hathatós engesztelő áldozatára, akkor biztos számomra a kegyelem, mégpedig örökre. Tehát ez a csodálatos, és ezért kellett, hogy picit tisztába tegyük, ami megtörtént ugye szerben este, az Isten felől való dolgokat, ki is ő, mi is ő, mit is csinált, miért csinálta, hogy csinálta, hogy amikor megvan ez az alapozás, na akkor jövök én. Amikor tisztában vagyok ezzel a helyzettel, kellek én is hozzá. Nem úgy, hogy fizetség gyanánt, hogy ha teszem, akkor ő, nem. Soha nem tudunk úgy lépni, hogy mit tegyük meg az Istennel kapcsolatban az első lépést. Soha nem tudunk így lépni. Mindig ő az, aki az első lépést megteszi. Mindig. Minden élethelyzetben. Nincs az az élethelyzet, ahol mi gyorsabban tudunk lenni az Úrnál. Miért? Már gondolatainkat is ismeri. Sőt, sokkal jobban ismeri, mint mi magunk. Mert ő azt is tudja, hogy 10 perc múlva mi lesz, nekem fogalmam nincs róla. Meg azt is, hogy holnap, meg azt is, hogy 100 millió év múlva, ha egyáltalán még világ a világ. Mert egy teljes komplett terv van. Tehát mielőtt még megteremtette volna a világot, minden apró részlet ki van dolgozva, és az mind ott van nálunk. Ez az egyik. A másik, hogy ő a mi számunkra minden tökéletesen elvégzett, és soha semmit nem kíván el tőlünk úgy, hogy a teljes feltételrendszer ne biztosítaná hozzá. Csodálatosan adja ezt vissza számunkra a teremtés. Egyébként csodálatosan realizáltam a teremtés történetet, akkor a logika van benne. Csak egy picit le kell ülni, és oda kell figyelni. Ahogy szétválasztja, és az elsősöknek a tankönyve nagyon szépen mutatja. Ahogy a sötétség, és szépen jövünk így a könyvbe lefelé. Sötétség, fehér. Fekete-fehér. Sötétség, világosság. Aztán a felhők, mennyei vizek, földi vizek. Aztán kísérjük a föld. Aztán már ha ott van az a föld, akkor azt ugye már meg kell gyepesíteni, jönnek a mindenféle fák, növények, szépen bokrok, stb. Virágok, tömkereket. Magok. Nem szerint, magok szerint. És mire van szüksége a növénynek? Napra, holdra, csillagokra. Jön a bolygórendszer, a 24 órás nap is tovább.
És amikor minden készen van, akkor jönnek a levegőbeli állatok, madarak, szúnyogok, bogarak, mindenféle, meg a vízi állatok. Végül a szárazföldi, és amikor minden készen van az élethez, amikor már minden gyönyörűen a helyén van, és minden működőképes, teremtés koronájaként jön az ember. Tehát az Isten mindig mindent megalkot tökéletesen az ember számára. És nem csak az édenkert testvérek, hanem azóta is az Isten mindig minden tökéletesen elénk ad. Miért? Mert ő tökéletes Isten. Mert ő nem tud tökéletlent adni. Mert ő nem tud tökéletlet, vagy félmunkát, vagy bármilyen előkészíteni a számunkra. Ő mindig a tökéletes készíti el a számunkra, azóta is. Csak itt már ugye kicsikét a tökéletlen ember is jelen van. És ott vagyunk türelmetlenül, bizalmatlanul, kétségek között, mindenféle nyomorúságunkkal, bajunkkal, nyavajánkkal törődve. Aztán, ugye a bűn esetben mi történt? Kicserélődött az uralom a szívben. Az Isten helyett ott az én, az pedig nagyon-nagyon akar uralkodni, vezetni, meg parancsolni. Tehát ez az én az, ami ebben a tökéletes világban, most is ugyanaz a tökéletes világban, testvérek, amit az Úristen megalkotott a számunkra. Ugyanúgy tökéletes élethelyzetek, tökéletes párom, férjem, feleségem, szerzek neki segítőtársat, hozzájön. És lettek ketten egy. Tökéletes, na hogy aztán tőle kérem el. Aztán, hogy van-e türelmen várni rá. Aztán, hogy van-e csendesség benne. Csak légy egy kicsi áldó csendes. Magadban békesség vele. Hogyha ezek megvannak, na akkor tudja mutatni, de ha nincsenek. Akkor mi folyamatosan, és azért ilyen ez a világ, amilyen nem azért is, de nem tökéletesnek teremtette, hanem mert mi mindig benne gondítunk. A türelmetlenségünkkel, a bizalmatlanságunkkal, a kétségeinkkel, a gondjainkkal, a bajainkkal, felelőtlenségünkkel, közönyünkkel. Csak egy egyszerű példa ma történt, hirtelen be kellett menjek Egerbe, és épp ott az egyik parkoló körül mentem, amikor nemes egyszerűséggel jön egy fiatal ember, egy életerős, jól szituált fiatal ember, csinál valamit a kezében, még le is hajol. Tehát még plusz feladatot is vállal, és ledobja a szemetet a műanyag, nem tudom, mi a nyavaját, szépen az őrgyemre, a parkoló mellett. Olyan tüzel belém hirtelen, hogy a jó ég ámjon meg, hát nincs kuka. Ott jött el mellette, nem is volt olyan nagyon messze tőle a kuka, egy 10-15 méterre. Nem figyelünk oda arra a tökéletes világra, amelyet az Isten a számunkra adott. És közben sírunk, hogy jaj, mivé feljött. Meg milyen rettenetes, meg ez a globális felmenetet, meg ilyen, meg olyan konferenciák, meg ilyen gyűlések, meg olyan nagy hatalmak, meg nem tudom micsoda. Itt kezdődik. Hogy az, ami az így környezetem van, a vigyázó. Mert az ma is pont olyan tökéletes, mint annak idején hajlanán, ahogy azt az Úristen létrehozta. És azért vérzik ezer seppről ez a gyönyörű világunk, mert állandóan belegondítunk. És még nem beszélek a bűnökről, nem beszélek arról a sok mindenről, amivel még pluszban az ember megtörtént. Tehát, drága testvérek, igen, van közben járom az atyánál, viszont feladatom is van. Itt már van feladatom. Megvenni nem tudom az üdvösségemet, kierőszakolnom az Úrtól, nem tudom a dolgokat, se az üdvösségem, semmi. Viszont egy dolog rám van bízva. Hogyan döntök? Elfogadom, vagy elutasítom? Ez csak is kizárólag rajtam áll. És az Úristen mindent elvégez ennek érdekében is, hogy én igent tudjam mondani, de a döntés az enyém. A döntés az enyém, hogy kell, vagy nem kell. Ez a biztos kegyelmi állapot, ami ráadásul örök. Minden bizonnyal mondta
mondtam én ezt már itt közöttetek, hogy nem olyan nagyon régen nehezedett rá. Tudtam én ezt valahol, mindig is, de amikor úgy nagyon hangsúlyosan rám nehezedett, hogy ugye a kárhozat tele lesz megváltott emberekkel. Hogy? Abszolút nem. Úgyhogy az Úristen tökéletes munkát végzett. Azt mondja, hogy úgy szeretne Isten a világot, az egyszerűen fiát adja, hogy hisz ő benne, enne lesz, hogy örök élete legyen. Mindenkinek a bűne ki van fizetve. Minden az egész ember világé. Mindenki. Minden bűne. Ennyi a kérdés. Azok lesznek ott, akik ezt a kegyelmi állapotot nem fogadták el. Akik úgy döntöttek, hogy nem kell lesz, uram, meg nem is vagy, meg vagy ám ott valahol, de majd én. Hányszor és hányszor hallottátok, szerintem ti is, én nagyon gyakran, hogy majd én megmutatom, majd én megcsinálom, majd én, és majd én. Aztán az Isten vagy van, vagy talán nincs is, aztán még templomjáról, reformátusok ajkáról is hallottam, hogy hát tetszik tudni, tiszteletes asszony, nem lehet azt tudni. Ez igen. Nehogy nem. Hát mit jelent ki a Szentírás? Már hogy ne lehetne tudni? Hogy van örök élet, hogy van mennyei dicsőség, hogy van üdvösségem, hogy van névre szóló helyem az atya lakodalmában, ünnepi asztalánál, hogy van közbenjáró, hát csak erről szól az egész Ó és Új Szövetség. Már hogy ne lehetne tudni? Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy hiszem-e? Na, az már kérdés. Hogy hiszem-e, vagy nem hiszem? Elfogadom, vagy elutasítom? Bízom, vagy bizalmatlan vagyok? És miért van ez így? Ezt is sokszor mondták már nekem, hogy jaj, de kár, hogy az Úristen így adta, hogy hát nem bírtam már ott annak az Ádámnak, Évának megfogni a kezét. Hát muszáj volt már ez a bűnbes, hát ha úgy is látta meg, tudta az Úristen. Hát akkor már miért nem? Hát azért, mert nem robotokat gyártott az Úristen, hanem különálló személyiségeket. Azért, mert meghagyta szabad a halatot az ember számára. És ez egyben felelősség. És szabadon eldönthetem, hogy ezt, vagy azt akarom. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Tehát abban a régi szövetségben külső törvény által történt az élet fegyelmezése, ebben az újban, a Krisztusiban szívbe írott parancsolatok által igazgatja Isten az ő népét. Hogyha zavarba hoznak a kísértéseim, és hogyha az élet útvesztőiben úgy érzem, hogy már elvesztem, vagy elvesztem az irányt, csak légy egy kísérlet a csendben, ugye? Elcsendesedve csak erre a belső törvényre kell hallgatnom. Melyikre? Mert a szívembe ír. Hogyan? Szent igéje által. Itt van. Olvassa, tanulja. Én nagyon komolyan veszem a hitoktatásban is, általában szinte minden egyes témához van egy-egy úgymond aranymondás, egy-egy bibliai ige, ami alátámasztja azt az anyagot, azt a történetet. Megtaníthatom a gyerekekkel ige helyen együtt. Mert lehet, hogy még most talán nem is ért benne minden szót, mondjuk egy elsős. Nyilván nekik is kicsit terjedelmében is, meg inkább érthetőbbek van. Tehát mindegyik a maga szintjének megfelelően. Lehet, hogy nem fogja, hogy mit is. Lehet, hogy picit régies ez a nyelvezet. Lehet, hogy vannak olyan szavak, amelyek külön sokszor meg kell magyarázzak, hogy erősor. De ha ott van, és ha az beíródik oda, akkor az bármikor elő tudja hozni a szemére. Majd a későbbi. És hát nem mindig örülnek neki, azért nem mindig őszintben mosolyuk, amikor egy-egy ige fel van adva, pláne ugye ige helyen együtt, de azért nyilván megcsinálják, mert hát, no, ez
ez az órai anyag, muszáj megcsinálni, pláne, hogy még plusz 5-ös is jár érte. Hiszem azt, hogy Isten ezáltal írja be az ő szívükben az ő parancsolatait, és az ő igényét, az ő útmutatását, és ezek ott állnak majd az ő életükben, meg mindjártnak az életében, mint úti eszült állnál. És amikor kell, akkor már előhúzza az Úristen azt, ami épp akkor abban a pillanatban szükséges. Isten maga tanít rá, hogy mit akar velem, és mit kíván tőlem. Egyébként a 8. rész így is van felosztva, az első 6 beszél erről a kijelentésről, ezt beszéli itten, hogy igen, biztos számomra a kegyelem, és örökre biztos. Aztán a 7-11, 7. versről a 11. versi tegyedő szakasz beszél erről, hogy igen, nyilvánvalóvá tud válni a számomra, hogy mit kíván velem tenni az Úristen, és mit akar velem, mit akar tőle. És hogy igen, felelősségek van. Igen, nekem kell rá hagyatkoznom. Tehát itt már előjön a bizalom, a hit kérdése. Van-e kellő hitem, van-e kellő bizodalom az Úrban? Van-e engedelmes szívem? Merek-e, tudok-e engedni az Úrban? Olyan sok olyan élethelyzet van, amiben nem merünk. Nem látunk tisztán, nem könnyű a döntés. Miért? Mert ezerrel villog körülöttünk, mint valami neonfény, a világi kísértése. Gyönyörűen csomagolva, csillogva, villogva. Sokkal kívánatosabb, mint sokszor egy-egy isteni út, vagy egy isteni akarat, vagy parancsolat. Ugye, most vettük Jézus megkísértését, ugye a Máté magyarázatában. Hát az ötök mivel jön? Csiri-piribel. Kenyér kérdés. Megoldva. Ez is, az is. Minden. Csodálatos. Gyönyörű. Mire hol? A külsőségekre. Gyönyörűen becsomagolva. Milyenről, vagy honnan akarja az Urat eltávolítani? A szenvedéstől, a csúfságtól, a megbotozástól, a törzskoszorútól, pokolkínjától, stb. Stb. És ő inkább választotta. Nagyon szép példa, még előttem ugyanígy, ebben a tekintetben, például Mózesnek a története. Amikor már kiderült számára, hogy ő a zsidó néphez tartozik, a rabszolga néphez, hercegként nő. Mózes egy szuper képzett valaki volt. Mindenféle harcászati dolgokra megtanítva, írni, olvasni tudott, ismerte az építészeti mindenféléket, amit szükséges volt abban az időben. Mindent megkapott, mindent. És azt mondja, hogy inkább vállalta az Isten népével való együtt nyomorgást. Inkább vállalta. Az Úr Jézus is inkább ellent mondott ennek a sok csodának, amit ott az ördög fölvázol előtte. Mert miért? Mert engedelmes volt az Atyának, és inkább a nehéz, a nyomorult, a szörnyű. Emberileg. Viszont pont ez a csodálat, hogy mert ő ezt végigjárta, ezért nekem már nem kell. Itt az én öröm hírem. Itt van a számomra az evangélium. Igen, ő már ezt megvédte, tehát nekem már nem kell. És milyen jó, hogy így van. Igen ám, de a döntés az enyém. Ő megvédte, ő megcsinálta, előttem jár mindig egy-két lépéssel az Úr, mindig mindent terít, mindenre figyelmeztet, mindenre megtanít, mindent elé van, elkészíti az utat. De dönteni, elindulni, megcsinálni, bízni benne, ráhelyezkedni, beleszaladni az Atya ölébe, nekem kell. Nekem kell. Testvérek, az az örömhír számunkra, hogy mindig is ilyen szövetségben akart állni velünk az Isten, hogy az a régi csak ideig óráig való volt,
amikor letelt az ideje, hadd mondjam, az elavult, ugye, hatályát vesztette ez az ószövetségi újra és újra naponként is mindenkiért bemutatott áldozat, de az örökké, az isteni, a krisztusi, az új, az örökké új marad, ami számunkra. Hadd legyünk hálásak érte, minden nap újra és újra. Adja az Úristen, hogy a mi számunkra legyen ez fontos, és ez legyen a fontos. Ez nagyon lényeges, kedves testvére, és soha senkit, és itt is a szabad akaratnak, itt is van egy nagyon fontos jelzése, vagy egy nagyon fontos része, hogy csak is kizárólag rajtunk állunk ki. Soha senkit nem hibáztathatunk. Figyeljük meg, milyen az emberi bűnös gondolkodása? Már rögtön Ádámnál. Ádám, hol vagy? Jaj, elmondtam, uram, nem ezítelen vagyok. Honnan tudtok? Ahogy eredetlen csak nevettél arról a fáról, amit megtiltottál. Uram, nem én, az asszony, akit mellém adtál. Apa szent minutóban hárít. Nem vállal felelősséget. És egy picit ugye érezzük, hogy nem csak, hogy még felelősséget sem vállal, hanem még vádolja is az uram. Te adtad mellém ezt a csodaszép asszonyt, aki belevitt a kísértésbe, és Isten fordul Évához, hogy Éva, a szent minutóban hárít, nem én, uram, a kígyó, aki elcsábított. És figyeljük meg, hogy így megy az életünk. Ki tanítja azt a kisgyermeket, hogy amikor látok valami hibát ott az oldalában, két-három évesként, ki volt? Nem én, kórusban, mindegyik. Pedig még azt sem mondtam, hogy büntetés jár érte, hogy ennyi, vagy akármi, csak megkérdezem. Mindenki kapásból ezt mondja, hogy nem én. Az ember nem akar felelősséget vállalni. Isten meghagyta a választás jogát az embernek, a döntésnek a jogát is lehetőségét, tehát soha, de soha nem állja meg a helyét a hitemmel, az örök életemmel kapcsolatosan az, hogy én nem tehetek róla. Mert innentől kezdve, hogy az Isten mindent elvégzett tökéletesen, egyedül és kizárólag csak is én tehetek róla, ha esetleg nem kerülök a mennyei dicsőségbe. Senki más. Mert az Isten ebben a számomra tökéletesen megalkotott világban tökéletesen ad mindenféle lehetőséget, hogy az az enyém lehessen. De én dönthetek úgy, hogy köszönöm. De soha nem mondhatom ki azt, hogy azért, mert körülmények, más ember, az anyósom, a férjem, a testem, a nem tudom ki, csak nem. Én. Drága testvérek, még talán végezetül egy dolog. Ugye a 12. vers. Mert megkegyelmezek álmokságaiknak, és a bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem. Ez egy nagyon-nagyon fontos kijelentése az Úrnak. Az Ószövetség két oldalú szerződés volt Isten és Izrael népe közt. Mind a két fél egyformán kötelezett. Az Istent is, meg az Isten népét is. Isten abban kötelezte, hogy Izrael megkülönböztetésére a többi néptől. Tehát azt mondja Mózes második könyvében az ige, a 19.5-ben, hogy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim. Tehát kötelezte népe vezetésére, kötelezte népe védelmére. Ugye az Isten, ez a szövetség, az Ószövetség. Izrael Isten törvényének a megtartására. Ez a szövetség egyik fél részére sem lehetett állandó. Se az Isten részére, se az ember részére. Isten részére azért nem, mert övé az egész föld és minden nép. Tehát az egész teremtettség, az egész teremtett világ. Tehát nem maradhatott csak egy nép áldásának kegyelmének részese mindörökre. A többi népnek is meg kell
kellett ismerni az egyedüli Isten. Ugye ott van a Biblia központi üzenete is. Izrael népére pedig azért nem, mert nem tudta, és csak zárójelbe jegyzem meg, igaz, hogy nem is nagyon akarta megtartani a törvényt. Ezért halál, átok, kárhozat várt rá. Ezért volt szükség új szövetségre. Ezt kötötte meg Isten Jézus Krisztus által. Már nem csak Izrael népével, hanem az egész világban. Ugye János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot. Hogy az egyszület fiát adta. És ő engesztelő áldozat, ami védkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is, írja János első levelében. Ez az új szövetség egyoldalú. Csak Istent kötelezi. Jézus emberi testben földre szállása, váltság halála az emberektől függetlenül Isten kegyelmi ténye. Tehát ez kizárólag az Isten műve, dolga tőle függően. Mit tudunk ezért tenni? Hol tudunk bármit tekintetben befolyásolni az Isten irányba? Semmit se honnan, sehová. Tehát ez egyedül és kizárólag egy oldalú Isten részéről mi felé. Az embertől annyi függ, hogy vagy elfogadja, vagy visszautasítja a kegyelmet. Nem a parancsolatok megtartásától függ az üdvösség, hanem Isten kegyelmi ajándékának az elfogadásától. Elfogadom-e? Mert a kegyelem megvan, az üdvösségem megvan. Az Úristen elvégezte. Kérdés, elfogadom-e? Mert Isten engedetlenségemért, minden bűnömért Jézus büntette meg. Ezért lehetek az új szövetségnek lényege a kegyelem. És itt nagyon felértékelődik, hogy milyen nagyszerűen tudták a reformátoraink. Azt a négy egyedülit. Hogy egyedül Krisztus, hogy egyedül a Szentírás, egyedül hitáltal és egyedül kegyelemből. És mindezért egyedül Isteni a dicsőség. Itt van ez a bizonyos egyoldalúság. Hogy az Isten részéről van minden. Azt mondja Isten igéje, hogy megkegyelmezek álmokságaiknak. A bűn kérdésének egyetlen egy megoldása a megbocsájtás, a kegyelem. Egyetlen egy megoldás. A megbocsájtás, a kegyelem. Ennek lényege a megérdemelt halál helyett a meg nem érdemelt örök élet. A megérdemelt pokol helyett a meg nem érdemelt mennyország. A megérdemelt kárhozat helyett a meg nem érdemelt üdvösség. És a megérdemelt büntetés helyett a meg nem érdemelt bocsánat. Nem azért, mert nincs bűnöm, van álmodságom, van bűnöm, van gonoszságom. Isten sem azt mondja, hogy nincs, van. De éppen ez a kegyelem, hogy nem emlékszik meg ezekről. Azt mondja Dávid gyönyörűen, azt mondja, hogy az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem. Ugye Dávid is ezt kéri a 25. Zsoltárban, oly gyönyörű, hogy ifjúságomnak, védkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg. Kegyelmed szerint emlékezzél meg róla. Kegyelmed szerint. Ne bűneim szerint. Ugye a 25. Zsoltár 7. vers. Olyan szépen mondja a pogány proféta Pálán, hogy nem vett észre Jákobban hamisságot, és nem látott gonoszságot Izraelben. Mózes 4. könyvében olvashatjuk a 23. részben. Nem azt mondja, hogy nincs Jákobban hamisság. Nem azt mondja, hogy nincs Izraelben gonoszság, hanem azt mondja, hogy nem vette észre. Nem látta. Ez a kegyelem. Ez a kegyelem. Ez az új szövetség Jézus vére által. Azért nem látja Isten a bűneimet, mert azokat letakarta Jézus vére. Ezért. Megbocsájtani azt jelenti, hogy elfelejteni. Nem emlékezni arra. Hát a mögé vetette minden bűnömet, mondja Ézsaiás proféta. Nem fordul hátra,
nem látja. A tenger végében veti minden bűnöle, Mikeás mondja a 7. részben. Előttem van, számomra nagyon döbbenetes volt, meg is ragadt bennem, mondta ezt már más is sokszor, sokféleképpen, de egy nagyon bennem maradt, amikor a megbocsátásom volt, egy idősebb asszonyka volt, régen volt már ez, és beszélgettünk, én tudtam a problémáról, és kérdeztem, hogy hogy van, mint van, elrendeződnek-e a dolgok, és mondta, hogy hát. Megbocsájtotta a tiszteletes asszony, de még hírek soha nem fogom tudni neki elfelejteni. És tudjátok, úgy mondta, hogy össze volt szorítva a szája, az ajka, szinte sziszegve, olyan indulatokkal, olyan dühel, olyan, nem is tudom, szörnyen, mondta ezt, hogy megbocsájtottam, hogy ott minden volt, csak megbocsájtás nem. Mert soha nem tudom neki elfelejteni. Azaz, nem tudtam neki megbocsájtani. A lelkem számmal kimondtam, de hogy a szívemben nem volt bocsánat, az biztos. És ezt nagyon gyakran mondja az ember, és nagyon gyakran elkövetjük ezt a hibát, hogy persze, hogy megbocsájtok neki, de azért tetszik tudni, ott marad az fáj, amit én elhiszek, hogy én van emberileg, de itt tanít bennünket az Úristen, mire? Arra, hogy megbocsájtani, elfelejteni. Most gondoljuk el, testvérek, hogyha az Úristen is így viselkedne velünk. Gondoljuk már el. Hát megbocsájtottam már neked, de azért nem felejtem. Nem, azt mondja, hogy olyan messze vetem, hogy napkeret a napnyugatot, tenger mélyére, és arról soha többé meg nem emlékezem. Ha milliómodjára jössz hozzám, ugyanazzal a bűnnel, mert újra elestél, akkor sem emlegetem fel az első milliót, hanem mikor jövök, mikor bocsátok kérek, akkor megbocsát is mindenben. Ez a kegyelem. Nem azért, hogy újra kihalássza, nem azért veti át, hanem azért, mert Krisztus váltsága teljes. Nem kell hozzátennem semmit. És jó, hogyha így tudunk, drága testvérek, mi magunk is, ti is most mindnyájan, oda készülni az Úr asztalához, oda állni, elrendezni magunkat, hogy teljesen megöregsítjük. Miért? Hogy ő tudjon megtölteni. Hogy vele legyünk teljesen. Hogy tényleg a Szent Lelke által. Kötözöttségem van? Tegyem oda, tagadjam meg, könyörögjem ki. Nincs rá erőm? Kérjem! Nem bírom egyedül, kérjem segítséget. Itt vannak hívő testvéreket, hogy gyülekezetben. Nem kell szégyelni. Nekem is vannak még mindig olyan megkötöttségeim, amelyek automatikusan az életem részévé váltak. Ezerre próbálok tőle szabadulni, de úgy belém van Európa, hogy alig tudok szabadulni. Segítséget kérek, gyerekektől is kérek, ezt már mondtam a testvéreknek. Figyelnek is rá ezerre, hogy mikor mondok olyan szót. Rögtön figyelmeztetnek is. És milyen nagyszerűnek már nagyon ritkán használom, mert ez segítek. Kérek segítséget. Van, lehet, Isten adja, igényen keresztül, embereken keresztül, helyzeteken, alkalmakon keresztül, csendes napon, konferenciák, imahetek, stb. De most azt már nem panaszkodhatunk, hogy nincsen, mert szinte minden hétre meg hétvégére jut egy valami. És mind áldásos. Tehát nem szingellelni kell, nem takargatni kell, nem elpakolgatni kell, hanem pont, hogy napvilágra hozni, oda tenni a kereszt alá, és ott hagyni. És soha többet arról meg nem emlékezni. Akár a saját sértésem, akár ha én sértettem. Mindenféleképpen. És azt a döntést meghozni, ami az én feladatom, ami csak rajtam áll, vagy bukik, hogy Uram, nem én, hanem te. Nem én, hanem te. Innentől kezdve én. Hanem megtörténik az uralomváltás. És ehhez kérjük Isten erejét, segítségét, vezetését, Szent Lelkét, hogy valóban az Úrnak asztalánál ne csúfoljuk meg azt, amit ő tett, hanem igazán
igaz, őszinte bűnbánattal, bűn bocsánattal, teljesen kitakarítva, megüresítve magam, hogy Isten megtörhesse magával. Mert ez az ő szándéka. Döntse ki, ez az én döntésem, ez a te döntésem. És hadd kérdelek, hogy ne sírakozzon az Úr Jézus fölöttünk. Azt mondja, hogy Izrael, kedves drága Izrael, hát ezt szabad fordításban mondom ezt. Eléped adtam az életet, eléped adtam a halál. Választ azért az életet. Miért halnál meg a Izrael ház? Választ azért az életet. Kedvesen, szeretetteljesen, nyomatékosan kér az Úristen erre bennünket ma este. Most nem másikat, nem a szomszédot, nem a nem tudom kicsodát. Engem meg téged. Miért halnám meg a Izrael házat? Választ az életet. Választ. Kegyelmes Urunk, hálával a szívünkbe köszönjük meg néked tanításodat, igédet, útmutatásodat. Köszönjük néked, mennyei édesatyám, hogy szerető Istenünk vagy, hogy édes atya vagy, aki állandó jelleggel, tárt karokkal vársz bennünket. Hogy ha el is szaladgálunk tőle, de te mindig visszavársz. Urunk, add, hogy végre hozzuk már meg azt a döntést, hogy hazaszaladunk, és otthon is maradunk. A te ölelésedben, a te kegyelmedben, a te uralmad, útmutatásod szerint. Köszönjük néked, hogy lehetőséget kínálsz erre. Köszönjük, hogy olyan hosszú tűrő vagy, és nem borrolsz meg ránk, hanem most is kínálod a lehetőséget. Urunkat, hogy megragadjuk két kézzel. Annyira hálásak vagyunk, Úr Jézus, hogy te nem igazságos Istenként állsz most velünk szemben, hanem közbenjáróként most még. Hogy még kegyelmi időben vagyunk és lehetünk. Köszönjük néked ezt a lehetőséget, és arra kérünk, Urunk, hogy te hallgass meg most minket, és tedd meg velünk ezt a csodát. Hogy minden, amit látunk most ott a szívünkben, életünkben, gondolatainkban, cselekedeteinkben, ami nem szerinted, ami neked nem tetsző, amit eddig takargatunk, talán senki se tud róla rajtunk kívül, mind-mind kipucolódjék belőlünk, és oda kerüljön, ahol való, a kereszt alá. Hogy te a te véletlen befedezhessd, és soha többé ne legyen rajtunk hatalma, uralma. Kérünk téged, így szabadíts meg minden meglátott, megbánt bűneinkkel, hogy bűneinkből, hogy oda tehessük végre, és ott is hagyjuk. Leeshessen ez a nagy puttony a hátunkról, ami annyira nyomasztja az életünket. És kérünk, hogy itt erősíts meg, bátoríts meg bennünket, és adj te beléd neked igaz, őszinte, erős hitet és bizodalmat. Ezt kérjük tőled most, Urunk, mert élni akarunk, örökké élni veled a te dicsőségedben, áldva és magasztalva szentelen. És már itt a földön is gyermekeidként, munkatársaidként, tanítványaidként, kinyújtott kezedként. Kérünk téged, hadd legyünk így a te szenteid, szeretteid. Hallgass meg imádságot. És elébe tesszük a gyülekezetünk minden tagját, magunkkal az élet. Kérjük, Urunk, hogy segíts meg bennünket, és mindjárt, akik oda kerülünk az Úrnak szent asztalához. Igaz, valódi bűnbánattal legyünk ott. És valóban a te nevedet áldva magasztalva dicsőítve. A mi életünkben pedig megújulva. Elébe tesszük a holnapi miskolci alkalmat, a vasárnapi szolgálatokat, egy hét múlva levő konferenciát, és minden olyan alkalmat, ami a te dicsőségedre történik, és a mi hasznunkra omlunk. Könyörgünk a háborúságot szenvedőkért. Urunk, a szerencsétlen nép nélkülöz, fázik, sötétben van, hidegben van. Sokak kerültek az utcára, nyomorultul vannak.
ezen a az általad gyönyörűnek is általunk annyira elrontott világon. Szabd határt ennek a gyötrelemnek. Állítsd meg ezt az értelmetlen háborút. Mennyi édesanyám, neked van hatalma. És mi azt kérjük tőled, hogy add, hozz el a békét. A tőled való, az igazi. Úgy a világban, mint az életedben, a lelkedben. Jézus Krisztusért kérjük, hallgass meg, Uram. Jézusom az éjszakában, adj nyugodalmas pihenést, üdítő álmot. Adj erőt a holnapi, holnap után és az azt követő napokhoz, hetekhez, évekhez, kegyelmet szerint. És a te lelked legyen, ami vezérlő csillagot, ami erőt, ami bölcsességnek. Amen. Mondjuk el együtt az utóknak, mi atyánk, mi vagy a mennyekben, szenteltessék meg a nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, mint a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Mindezek után az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindjártunkban. Amen. Kedves testvérek, a hirdetések között csak emlékeztetőnél mondom, hogy a holnapi napon Miskolcon, tehát az egyházkerületi székházba kerül sor erre a Biblia szövetséges csendes napra. Mindenki bátorítok, még meg lehet gondolni magát az embernek, és ott lehet lenni ezen a csodálatos alkalmon. Használjuk ki az adott alkalmakat. Akár áron is megvegyétek, hát nekünk ezért fizetünk sem kell, úgyhogy tényleg mindenkit bátorítok. Aztán vasárnap megterítjük az Úrnak szent asztalát, ahol ugye hálát adunk az új termésért, az új borért, valamint megtörténik a fogadalom tétel is, hiszen lejár a 15 nap. Jó, az már lejárt, csak ugye a vasárnapi Isten tisztelet keretén belül tesznek esküt a tisztítás, tehát az időközi tisztításban azok presbiterek és konnok, aki eddig még ezt az esküt soha nem tette meg. Úgyhogy duplán is ünnepünk lesz vasárnap, valamint emlékeztetek mindenkit a konferenciára, mely 12-én, holnaphoz egy hétre lesz, szintén Miskolcon, csak már a Lévai gimnáziumban. Hála Istennek, hogy újra van ez az alkalom, és előtte még pénteken este ugyancsak a Lévaiban lesz egy filmvetítés is, úgyhogy arra is szeretettel látják a testvéreket, a gyülekezeti tagokat. Próbáljunk ezeken az alkalmakon ott lenni. Az elmúlt 30 évért adnak hálát, és ezt mutatja be ez a film, amiről magadtam ezt az értesítést és ezt a meghívót. Vasárnap is kérdetni fogom. Tehát 11-én éveken este, és hoz évani. És hát ismételten csak felhívom a figyelmet a presbiter képzésre, amit el fogunk indítani, itt helyszínen is, és Sárospatakon is indítják, 10-éig van lehetőség a jelentkezésre. Tehát 10-éig, november, ezért november 10-éig. Én mindenkit bátorítok, hogy akár az, akár ez, akár mindkettőt kezdje el, és végezze el. Záró énekünket énekeljük, kérnénk Kálmán segítségedet ebben az éneklésben, a 445. dicséret.